understands a poor old hurdy-gurdy man. And with frozen fingers plays as best he can. Barefoot shuffling sidelong on the icy way. Not a single penny in his empty tray. Not a single penny in his empty tray. No one seems to heed him, no one stops to hear. Near. Little does he trouble, come whatever may. Still his hurdy-gurdy drums and groans away. Still his hurdy-gurdy. Wonderful old fellow, shall I with you go? Will you drum your music to my songs? Oh, whoa. Na, kérdez? Jó napot! Hát nem volt igazad? Ez gyorsan ment. Nincs oda. Keressek 1000 márkát, ahogy a hirdető oszlopon áll, a rendőrség plakátján, mert hogy a nyomra vezetőnek ez a fizetsége. Vagy hogy? Hát te nem tudod, hogy az egész intézkedés a rendőrökkel, meg a titkos rendőrökkel a Bruno végezze még. Hogy? Hol? Bizony. A halott gyereknek a szertartását egyszer csak félbeszakították. És két nehéz fiút a gyászolók közül, két igazi nehéz fiút letartóztattak. Idáig vagyunk, direktor úr. Olyan embert lát maga előtt, aki egy olyan nővel van összekötve, akinek az öccsét vizsgálóbírók meg titkos rendőrök hajkulászák, mert odaki nem messze a spraytől valami orgonabokor alatt meggyilkolt egy nőt. Az Istenért, csak nem. Hazugság! Az én öcsém ilyet nem csinál. Mi az, hogy nem? Ez egy egészen friss dolog, Jette. Én már a múltkor megmondtam, direktor úr, hogy egy ilyen öcsmiféle. Nézzelek ide! Nézzelek ide! Itt volt a rohadék! Ha megint visszajön, én leszek az első, aki kezét lábát összekötözve átadom az igazságszolgáltatást. Taknyos kölköket esélte az igazsággal. Igazság még fönn sincsen az égben! Nem volt itt senki. Azt a kicsike orgonát meg én hoztam Engelsbergből, a nagy bokorról, a nővélet háza mögül. Jette. Te egyáltalán nem voltál a testvéremnél. Pont most mondta a Quacaro, hogy ezt a rendőrséggel megállapították. Láttak tégedet a spréparton egy parkban. Hazugság! Meg a kolónián, amely egy lukasban éjszakáztál. Csinálsz! Minden 10 év borrá romozd a saját otthonodban. Jó ez így. Nagyon is jó ez így. Jöjjön, aminek jönnie kell. Nincs tovább mit sunnyogni. Az biztos, hogy ott fekszik a hullaházban! Viszont tudom, hogy volt egy közönséges, rossz, ringyó személy az volt, aki összeadta magát mindenféle férfiakkal, aztán teli ment valami tirolitól, aki tudni is akart róla! Szóval ott volt a gyerek, akit ő már legszívesebben az anyai híven elmészett volna. Ezért jött össze a Kilvaknével, aki angyal csinálási, meg úgy, hogy másfél évet a Plötzenzénél. Nincs jogom! Hát ezek engem körbe kerítenek, el akarnak!
gyorsan gyömöszöltem, hogy gyúrtam és törcsöltem, amíg lassan lélegzetet bírt menni, és végre élet magra kapott. Ha én nem volnék már három hete otthon a földbe elkapadni. Papa! Jól úr, házasság között! Ez a köszönet? Hát, mint hogy hordas farkasok a vonák körülnéve. Jövök haza, direktor úr. Jövök máma reggel vonatról az összes szókókomra. És odanat lehet volna a fogadás. Én itt ír is leteszem a házat! Szeret mondani, hogy az én gyerekem nem az én gyerekem! Magának egyáltalában nem volt gyereke, jó mama! Ez nem igaz, Paul. Paul, ez nem igaz. Ez nem igaz. Ez egyáltalán nem igaz. Csak megírtam te neked a levélbe Hamburgban. Te meg annyira örültél neki. Hogy én már nem akartam visszacsinálni. Annak más módja is gondoltam. Én is megyek magukkal, direktor. Menjél csak! Menj, ahova akarsz! Nincs rád szükségem! Szóval elszereztem a gyereket, és amikor az anyja vissza akarta kapni. Megletted a túl. Hát te nekem nem vagy az uram! Hát te nem vagy ember! Téged lefizettek a rendőrök! Menjél innen, Paul! Menjél! Agyarak, amit a farkasodnak, és méreg van a szemedben! Menjél, hogy jöjjenek, és lefogjanak! Menjél, fütyercsél csak nyugodtan! Megvetlek téged az utolsó helyetem is! Senki sem adjon a helységet! Jöjjenek csak be! Jöjjenek csak be! Látja! Helyén valók a maga hadszer, szulajdonságai! Gyerünk, mint a könnyű már, mint a kis Jézus! Hogy? Az el kell bújnod. A házúr itt talál neked véget. Jaj, mit csináltam már megint? A király el akar venni. Várjál, ezt most úgy érted, hogy a király el akar venni? Nem mondom, hogy örülök neki, de igen. Milyen király ez? Egyiptom királya, Proteusz fia. Szóval akkor erről beszélt az a bestia. Melyik barbár kapunk kapogtattál ezen? Igen, ezen! És úgy küldtek el, mintha nem lennék király. Hát még az a szerencséd. Csak... Tudod, nem tudom, hogy volt-e köztetek valami dolog. Dehogy is, csak a tiéd vagyok. Bizonyítsd! Megkérdeztetem, hogy miért pont itt? Azért, mert ez egy szent hely. De sehol rajta egy oltár. Jó, vagy ez barbároknál így szokás, én... Itt egy ujjal sem érhet hozzám. Akkor nem vihetnek csak úgy. Hozzám. Ki pont kardvárád az ágyam helyett? Őség, ez nem idő gyávaság! Jaj, mert elhagy neked már meg, de nem öleted meg ő
hogy semmi esélyed egyedül! Nem öltem meg, még talán nem fogja a testét az asztal! Hát, mert látod a fegyver az a falnak! Miért akkor térdeljek le és hagyjam, hogy megkötözzék a kezem? Nekem? Legfeljebb csellel. Csellel? Csellel. Mármint, hogy rá kéne beszélni? Vagy fizessük le? Nem. Első körben legjobb lesz, ha nem tudja meg, hogy itt vagy. Miért? Hát akkor se ismerne fel, hogyha látna. Igen ám, csak hogy van egy testvére. Teonoi. 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 Ez valódi jós név. Te is mit csinál ez a lány? Jósol. Minden tud és elmondhatja a bátyának, hogy itt vagy.